A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel idén is csatlakozott Szada Tájházak napja kezdeményezéshez. Az országos rendezvényt a Magyarországi Tájházak Szövetsége hagyományteremtő szándékkal rendezte meg először 2013-ban. A Szadai Tájház április 26-án színes és érdekes kézműves programokkal várta a látogatókat. Hát először is damirra kell fűzni, hát attól függ, hogy milyen gyűrűt akarunk csinálni. Itt van három virágos, azt például háromfajta gyöngyből kell csinálni. Az virág az ilyen csiszolt gyöngy, és az alapja meg ilyen henger és kisgyöngy, és akkor így rakjuk össze. Mennyire nehéz ezt elkészíteni? Meg lehet tanulni egy délelőtt vagy délután folyamán? Ez attól függ, hogy ki hogy jegyzi meg ezeket, szerintem. Ezt itt készítettétek, itt tanultátok ma meg? Igen. Itt készítettük. Fűzfaágból készül, meg ágból és zsinórból. Az egész napos rendezvényen az asszonyok hamisítatlan szadai ételeket készítettek, és igyekeztek minden jelenlévővel megismertetni a fogásokat. Hölgyem, mit látható, mit készítenek itt a nap folyamán? Hát készül először is lepényke, ami egy ilyen kenyértésztából készült keltészta, és az van a vason megsütve. Ezt lehet különböző lekvárral, tejföllel és a legkedventebb a fokhagymás. Hasonlít az íze esetleg így a lángoshoz, azért így ezek a fokhagymás és ilyesmi feltét? Kicsit, de azért teljesen más, egyedi az íze. Ezen kívül készítettünk krumpligörhenyt, ugye otthon ezt tepsibe sütjük ki, de hát itt azért egy kicsit macerás lenne, ezért úgy csináljuk, hogy zsírba sütöttük ki, mert ő szereti a zsírt, avval együtt, hogy nem zsíros. És egy jellegzetes szadai leveske, hogy ne csak száraz ételek legyenek, ő a szadaiasan gölődén leves, másképpen gombóclevesnek ismerik. Egy ilyen grízgombóc jellegű? Nem, ez is burgonya, krumpli gombóc magyarán. Egy ilyen rántott leveses lébe. Ezeket az ételeket leginkább milyen alkalmakkor készítették régen, illetve most? Tehát ezek általános hétköznapi ételek, vagy inkább? Nem, ezek mind hétköznapi ételek, a gölődénleves az főleg, a lepénykét, hát azt inkább kenyérsütés alkalmával készítették, a görhenyt pedig egy tál ételnek. Amikor télen volt már disznóvágás, lett töpörtyű alja, meg kis kolbász, abból is meg lehetett gazdagítani, és egy nagyon jó vacsora volt. A sürgő forgóasszonyok természetesen korhőöltözékben idézték fel a népi hagyományt. Mi látható? Felsorolna nekem így lépésről lépésre? Ez ilyen hétköznapra ruha. Hétköznapra reklit és bécsi szoknát hordtunk. Vasárnap meg a szép sejmeket és a szöveteket. Tehát akkor az ünnepekre másabb, a vasárnapokra és az ünnepekre másabb. Igen. Hétköznapra ilyet, vasárnapra még másikot vettünk fel. Igen. Van még esetleg más jellemző darabja, ami olyan tipikus darab, amit ma már nem nagyon hordanak? Hát vasárnapra hordunk sejemrojtó kendőket. A fiatalok és kikötött kendőt. Az mit jelent pontosan? Így ki van kötve, csak sejem, és nagyon szépen van kikötve. És alul van fékető, elől csipke van. És a cipő, az egy általános cipő, vagy annak is van valami jellemző? Panglis cipő, ez ilyen paraszcipőnek mondják. Kényelmes, jó, és hétköznap, vasárnap. Nem ez, hanem van hétköznapló is, és vasárnapló is. A résztvevők a hímzés és a gyöngyfűzés mellett betekintést nyerhettek a kovács mesterség rejtelmeibe is. A mellettem álló fiatalember Szadához közeli településről, Ikladról érkezett, ő pedig egy kovács mester, őt kérdezzük a mesterségéről. Mennyire elavult szakma már a kovács mesterség, mennyire ritka szakma, inkább úgy fogalmazok manapság? Hát külön kell választani a szakmákat, most már külön van a díszműkovács és a patkolókovács szakma. A díszműkovácsolásnak egy reneszánsza van, a
lakberendezésben is, meg a egyéb dolgokkal kapcsolatban is. A patkolókovács szakma pedig a lovas sportokkal párhuzamosan fejlődik. Tehát látható az, hogy a képzés az folyamatos, ez gyakorlatilag a 80-as évek végétől újraélett a képzés, és most már a 90, már nem emlékszem pontosan, a 90-valahányas évektől folyamatosan zajlott. A Nemzeti Lovardában, jelenleg Kaposváron van a képzés. Nem mondhatom, hogy elavult, ez egy nagyon korszerű és a kor kihívásainak megfelelő szakma. A lovasport az rohamosan fejlődik, látni azt, hogy Magyarországon is azért van ennek egyfajta hagyománya, másrészt pedig próbál felzárkózni a nemzetközi élvonalhoz, és ezzel párhuzamosan a patkolókovácsoknak a felkészültsége és a képzés is. Az elszántabb gyerekek pedig Dezső Gergely patkolókovács segítségével a munkafázisokat is kipróbálhatták. A műhelyben kiállított szerszámok Tóth Sándor egykori kovácsmester munkaeszközei voltak. Hát igazából ez egy hagyományos kovács műhely. Itt olyan eszközök vannak, amit nap mint nap használtak azok a kovácsok, akik egy-egy községnek az életében minden nap részt vettek, és a mindennapos munkához felszereléseket, eszközöket, szerszámokat készítettek. Többek között a fölműveléshez, itt most vagy a lótartáshoz kapcsolódó dolgokat. Itt a sarokban látható egy kocsi előkészítve annak bevasalásához. Valamint itt a falon látszanak szerszámok, amik tehát mindegyik egy-egy speciális fogó, mindegyik egy-egy speciális dolog elkészítéséhez szükséges. Az üllő és a kalapács végül is pedig, és a fogók azok, amik a legalapvetőbb felszerelései a kovácsnak. Ezek itt bent a műhelyben előkészítik, például hogyha patkolókovács szemszögéből nézem a dolgot, akkor itt előkészíti a munkát ahhoz, hogy megpatkolhasson a kovács egy lovat, elkészíti a patkót. Itt is a tűzben van egy patkó. És hogy az elkészüljön, ahhoz itt egy szál vasból kell elkészíteni a patkót. Ezeknek a műveletei gyakorlatilag itt az üllő mellett készül el, és hogyha elkészült, akkor pedig ezt kell felhelyezni a lóra, amit elő kell készíteni a szarufaragással, és hogyha ezt régen úgy csinálták, hogy a patkolókovács műhelye összekapcsolódott egy patkoló színnel, és ide érkeztek a lovak. Ma már egy kicsit fordított a helyzet, a patkolókovács van felszerelve olyan eszközökkel, amelyeket ő magával tud vinni, és a lóhoz megy ki gyakorlatilag, ott történik a patkolás. A lovardákban vagy ott, ahol esetleg magánlótartónak a házánál. Gondolom nem balesetmentes, nem veszélytelen mesterség ez. Mikre kell figyelni? Hát azért azt mindenképp tudni kell, hogy egyrészt a műhelymunka is, és a kiszállásos munkáknál is azért ez mindenképpen balesetveszélyes, de a nagy körültekintéssel és az egyéb balesetvédelmi ismeretekkel rendelkező szakemberek ezeket szerintem de nagy odafigyeléssel ezt meg lehet előzni. A lovakkal való bánás az mindenképp egy külön terület. Fontos az, hogyha valaki lovakkal dolgozik, jelen esetben mondjuk patkolókovács, vagy olyan kovács, aki lóval dolgozik, az ismeri annak az állatnak az alapvető viselkedését, azt, hogy hogyan kell hozzányúlni, hogyan kell szólni egy állathoz. Ezek mind nagyon fontos dolgok. Én azt gondolom, hogy így a szakma mondjuk ebben otthon van, és olyan emberek állnak általában patkolókovácsnak, akiknek van valamiféle kapcsolata, szeretete a lovakkal. A szadai tájház paraszti enteriőrje folyamatosan gazdagodik egy-egy használati tárgyal, berendezéssel. Ha egy évet számítunk, abban nagy felújítás is benne van, de arról már korábban szó volt, hogy a főépületet nagyjából felújítottuk, a udvarról eltüntettük a betonokat, stb. Most arról nem beszélnék, hanem a legutóbbi két dolog. Az egyik az, hogy egy új kerekeskutat állítottunk fel,
aminek a fahengere és a vas alkatrésze az a régi tájház udvaráról került ide. A többit azt Gerhard Ferenc, aki a mi ácsunk, már így mondom, ő készítette el régi szadai fotó alapján. A másik pedig, hogy a szintén régi fotók alapján, a Gönyei Sándor felvételi alapján készült el a kisháznak a külső ablakborítása, ami egy sötét, egy nagyon-nagyon szép sötétítő, és szintén ő készítette el a verandára, a feljára léc ajtaját. Továbbá még szintén most készült el a pincének az ajtaja, ami végre fa, és nem az a szörnyű vasajtó, amit ott rondálkodott. A jövőben még miket szeretnének archaizálni, mik azok, amik erre várnak? Ha sikerül nyerni a Norvég alaptól, az egy elég nagy dolog lenne, hogy a főépületben a mennyezet gerendázatot helyreállítanánk. Az egészen, hát más hangulatot adna a felső épületnek. De hát ez elég drága dolog, nem feltétlenül szükséges, de gyönyörű lenne. Amit szeretnénk, az főleg szakmai, tehát nem annyira építési dolog, az végre ezt évről évre ígérjük, de még eddig nem jött össze, hogy a mezőgazdasági eszközöket adatoljuk. Tehát az nem ilyen interiőrszerűen, ezeket nem interiőrszerűen mutatnánk be, hanem mindegyiknek a készítéséről, használatáról lenne ott egy kis eligazítás. És mint ahogy ilyenkor szokott lenni, pont most kaptunk még néhány ígéretet egy faekére is, meg egyéb régi mezőgazdasági eszközre. Úgyhogy ezt nagyon szeretném, hogyha az aratás idejére megtörténne. Nem csak szadaiak látogattak el a rendezvényre, ugyanis Dunavarsányból is érkeztek szép számmal, illetve három indonéz vendég is érdeklődéssel járta végig a tájházat. Említette, hogy érkeztek Dunavarsányból vendégek a mai alkalomra. Érkeztek esetleg más városból, esetleg országból? Hát érdekes vendégeink jöttek Indonéziából. Ennek az a története, hogy Dulainé Évi, aki szintén a mi munkatársunk, és aki a szadai fehérhímzés nagy ismerője, tanít az indonéz nagykövetségen asszonyokat hímezni különféle magyar népi hímzésekre, és közülük jöttek el hárman ide hozzánk, akik nagyon nagy érdeklődéssel mentek végig a múzeumon, és ők maguk is dolgoztak itt. Nagyon kedves, közvetlen emberek voltak, és az volt szép, hogy hát Indonézia azért nem a szomszédban van, amikor bizonyos dolgokra azt mondták, hogy ilyen nálunk is van, vagy ilyen nálunk is van, de nem egészen ilyen. A tájház vezető örült a sok résztvevőnek, ezért jövőre is biztosan megrendezésre kerül az esemény.